Sziasztok, üdvözlünk benneteket a Sávval szemben legújabb adásában. Hát visszatértünk új fent, kicsit itt az élet felbojdult körülöttünk, hiszen Gábornak is volt nem kis dolga, nekem meg egy jó kis Covid ütött be, azért nem igazán tudtunk találkozni. Igen, hát igen, volt némi szünet, de hát túl lehetett élni. Összeült a nagy duó, összeült a nagy duó, mert mi fog közeledni, na mi? Na mi, hát a szilveszter. És mivel nekünk szerintünk a védjegyünk az önpromóban teljesedik ki, tehát mit lehetne jobban imádni, ha nem az önpromóját a két kreténnek, hogy felpromóz valamit, ami sose készül el, de ez most nem így lesz, mert ma azokat is elkészítjük előre, mint egyfajta fogás nektek, és jönni fogunk két szilveszteri szuper hosszú adással, hogy kompenzáljunk titeket, hogy hát nem voltunk itt. De most itt leszünk, de olyan mennyiség, hogy együtt kell majd szilveszterez velünk. Azért az milyen? Hát, mint a régi, csak hogy az ízt megérezzétek kereskedelmi tévés időkben, de ezzel még nem mondtam el, hogy mi lesz a témánk, csak utaltam rá. Besejtelmes is, de rákanyarodik a filmre. Így azért, van. Így azért van. Ez beszarás. Olyan Benoît Blanc-i szintű az volt, sejtelmesség. Igen, ilyen hajtőkanyarok így, ilyen szellemi hajtőkanyarok. Csak ki ne szálljak én a saját kanyarokban. És ha már Benoît Blanc és rejtély és sejtelmesség, akkor nem is lehetne más ma a témánk, mint az üveghagyma, azaz a törbeejtve kettő, azt a nagyon hosszú szar nevet nem mondanám inkább, mert gagyinak tartom, de akkor legyen így, hogy az üveghagyma és a törbeejtve kettő. Így van, és ez már egy olyan film, ami már nem érte meg a mozivásznat, nem? Tehát ez nulláról Netflix. Hát igazából oda tervezték, csak aztán a Netflix felajánlott nem kevés money-t. Aha. A író-rendezőnek, a Rian Johnsonnak, hogy nem fejlesztenél még nekünk két törbeejtve filmet, te sem. És mondta, hogy hát jó, de... És akkor ír kettőt. Akkor igen. Ebből még számíthatok még egyre. Tehát csak hogy azért tudjam, hogy mire számítson az ember. Ugye úgy, mint itt nálunk is az önpromó jegyében. Na hát azért, aki nagyon komoly követője a Sávval szemben csatornának, az tudhatja, hogy mi beszéltünk a törbeejtve egyről. Kicsit megosztóra sikerült a kritikánk, mert mi kedveltük azt a filmet. Tehát akkoriban te hogy emlékszel, milyen volt annak a fogadtatása a törbeejtve egynek? Figyelj, szerintem kritikailag nagyon szerették az embereket, meg a nézőközönséget meg megosztotta, de zömében voltak azok, akik kedvelték az egyet. Pontosan azért, amit ki is fejtettünk a kritikába, meg a beszélgetésbe, hogy tulajdonképpen egy ilyen ínséges időben érkezett, amikor így elfogytak a Poirot történetek tulajdonképpen. Ja nem, mert akkor kezdte el újrázni a Kenneth Branagh ugye az Orient Express 18-ba, de hát azok a régi hát azok történetek voltak. Persze. Igen, tehát az a régi klasszikus volt Ctrl-C, Ctrl-V újrázva, tehát igen. Nem nagyon változtattak a végkifejleten emlékeim szerint. Persze, abszolút nem, tehát hogy az a Pepitában ugyanaz volt, de hogy ugye az volt a frissessége a törbeejtvének, hogy tulajdonképpen mindenki kíváncsi volt rá azért, mert az utolsó Jediket író rendező Rian Johnson csinálta. És hát ugye nyilván az egy eléggé megosztó film lett szintén. Aha. És akkor hát elég jó lett a kicsengése, mert érződött, hogy azért volt van kurázsi a paliba a krimire, tehát hogy van egyfajta receptora a csávónak, mert annak ellenére, hogy túlzottan nem újította meg a műfajt, azért szerintem az egybe belevitt elég okos dolgokat, amik így, hogyha nem is teljes mértékben, de egy kicsit kiforgatta magából az alapműfajt. Hát meg egy baromi jó retro élmény volt, tehát azért a... És a karakterek sem voltak rosszak. Tehát. Igen, tehát, de maga azért nagyon nehéz nekem azzal a műfajjal mit kezdeni, hogy krimi, mint film, vagy egy ilyen történet, mint egy komplett alkotás, mert ezek annyira folytatásosak az én számomra. Nekem ezekről mindig a Sherlock Holmes, Columbo, Agatha Christie regények, mert ugye Agatha Christie egyik karaktere a Poirot, de van egyéb története is, Miss Marple, meg nem tudom, van egy csomó olyan. Könyörtelen a Miss Marple. Igen, azt mondjuk szerintem is könyörtelen, övön alulra mennek ezek. De volt ilyen, tudod, van valami állatorvos is szokott nyomozni, na, de nekem így a szellemem képernyőjén ezek egy időben nyomoznak. Tehát hogy van egy bűnek, tehát hely, az mindegyik bemegy oda, bazd meg, és akkor mindegyik rájön, csak egymást buktatják le. Na, de hogy ezek azért olyan futószallagon képződő művek voltak, nem? Tehát úgy adja magát, hogy megteremted a karaktert, és igazából a karakter adja el ezeket a sztorikat.
Tehát a Columbo-nál is volt az ügy, meg voltak különböző trükkök, nyilván ott az a fordítottja, hogy tépd ki az Agatha Christie hátulját, tedd az elejére, a Columbo lesz belőle, hogy látjuk, tudod, a büntényt, van, ahol meg végigizgulod, a Sherlock Holmesnál egyértelműen maga a karakter ütött akkorát, hogy elvitte az egészet a hátán. És akkor Miss Marple-lel mi van? Hát az igazából... Az kegyetlen. Női Poirot, nem? Az valami... Az, nem tudom, tehát nekem egy ilyen vénasszony írógéppel nyomoz. De várjál, mondok neked egy még aljábbat, ez a Downing atya nyomozó volt, ez is valami ilyesmi. Persze, hogy volt. Azért mondom, hogy volt ilyen berlini utcákon elkövetett büntények, tehát rengeteg van ezekből. De mindegyiknek az az alapja, hogy ebből, mikor elfogyasztasz egyet, várod a következőt. Ezek ilyen kis katonafalatkák. Tehát talán az Agatha Christie jutott el arra a szintre, amiket ugye újráztak is, mint a Gyilkosság az Orient Expressen, meg Halál a Níluson, ami önmagában, mint film is működik, nem? Úristenek, hányszor láttam a kibaszott előzetesét, és megnéztem, amúgy nem volt annyira rossz. Engem el, hogy mondja, hogy tönk, eltipolta a lelkemet. Ezt mondta Poirot, minden IMAX-be. Eltipolta. Tehát a világ legtöbbször újrázott trélere volt, szerintem többször láttam a trélert hosszban, mint maga a film hossza, nem? Tehát értem, hogy megdöglött mindenki a Níluson, csak fizetek, hogy ezt én nekem ne kelljen többen meghallgatni IMAX-be. Tehát azért nagyon nehéz ez a műfaj, mert tényleg folytatásért kiállt. Összetíport, bocsánat. Ja, összetíport. Nem mindegy azért. Nem mindegy, azért nem mindegy. A legnagyobbaktól csak szó szerint. Összetipolta. Azért már a szilveszteri hangulat itt van, nem? Ez a rítyirötyi. A rítyirötyi, ezt szeretitek, a rítyirötyit, majd lesz bőven. Nos, tehát én amikor a Törbeejtvét láttam, ott is azt éreztem, hogy ebbe a formulába akár folytatás is benne van, de úgy tetszett, hogy nem. Ez így egy film, egy nyomozóval, egy sztori, és nekem a pikantériáját az adta, ami miatt nagyon szerettem, hogy egyrészt ez a nyomozó egy csomó ideig nem is lép elő, csak ül a háttérben. És néha megnyomja a billentyűt a zongorán, vagy csettint egyet az érmére. Azt szerintem egy hatalmas húzás volt. Igen. És olyan karizmája volt a Daniel Craignek ebben a szerepben, egyáltalán nem egy nyomorultat véltem felfedezni benne, hanem egy vérpenge csávót, aki annyira eszes és annyira figyel mindenre, hogy halálos veszély vele végigmenni ott a tett helyszínének a környékén, mert minden apróságot kiszúr, egy vérprofi, brilliáns elméjű csávót alakított, és ez az egyik karakterelem így a kettőben, majd ezt össze fogjuk vetni, hogy mivé züllesztették le Benoit Blancot, vagy hogy hívják ezt a... Benoit Blancot. Meg nagyon jó volt az a húzás, hogy az Ana de Armas által megformált gyilkosnak tűnő karakterlánynak úgy félig szorítasz is, és drukkolsz, hogy ne bukjon le, és utána még a fordulat is azért elég erős volt, mert tényleg olyan családtagokat teremtett meg a sztori, hogy mindenki potenciális elkövetőnek számított. Igen, mindenki pöcce volt. Igen, és nem tudtad volna így megmondani csuklóból, hogy na, ő lesz az elkövető. Meg láttuk, tehát, hogy ez egy ilyen Agatha Christie Columbo közös szerelem gyerek volt, és egy nagyon jó nyomozó karaktert sikerült emellé betenni. Nem értem, hogy miért nem szimpatizáltak akkor ezzel a véleményünkkel, de még most is tartom, hogy a Törbeejtve egy, hogy már így kell ezt is bassza megmondani, egy nagyon jó krimi, és hiány volt. Azt hiszem, mi annó 8-ast adtunk rá. Igen, egy 7-es-8-as. 7-es-8-as. De azért hajlik 8-asban, mert ez egy már egy kimaxolt műfaj. Igen. Tehát ezt már, amit meg lehetett írni, csinálni, a Agatha Christie megírta. Hát a kettő ismeretében meg aztán tényleg 8-as. De lehet, hogy a kettő ismeretében már 9-es. Szóval, hogyha szeretnétek jó Törbeejtve filmet nézni, az akkor az, egy. Az az egy, és ezt ne nézzétek meg, mert a legrosszabb, amit elkövethet az ember, hogy fú, azért tetszett, az egy jó volt. Lekötötte a receptoraimat, jöhet a kettő. Ez egy hatalmas hiba. Na, de amúgy majd a háromba talán lehet menteni. Hát lenne honnan. Tehát, hogy ezért, van honnan. Jó, de az nem, figyelj, az nem lehet egy foci csapatnak érdem, hogy megye háromba 16 gólt kapnak, és legközelebb csak kettőt rúgnak nekik. Tehát, hogy az ne legyen már egy szépítési pont, hogy csinálok egy értékelhetetlen filmet, és utána talán egy jót. Akkor lehetett volna dönteni, hogy nem kellett volna kettőt rendezni, hanem mondjuk egy jót, nem? Hát igen. Úgyhogy még nem láttuk a másikat. Ebből már sejthető nagyjából a vélemény.
Na de, mit kapunk az újban? Hát, egy szóval egy trash krimit. Ha ezt ki szeretném bontani, akkor tulajdonképpen egy zéróvá züllesztett Benoit Blancot, egy rakás ripacsot, egy tökre örültem neki, hogy az Edward Nortont végre a vászlón látom. Igen. Hát ennél ripacsabb soha nem volt. Én ilyen rosszul játszani Edward Norton nem láttam. De az alapsztori. Az alapsztori azért legyen már valami. Legyen vázolva, mert ha nem láttátok, úristen. Na szóval, rendkívül egyszerű a történet. Benoit egy baráti társaságot meghív az Edward Norton karaktere egy ilyen valamilyen más, görög, nem tudom, mi a görög szigetre. Igen, valami Miles Bront. Miles Bront. Úgy kell elképzelni, hogy ez egy karikatúra karakter, ez a tech zseni, multimilliárdos. Hát ilyen Elon Musk. Igen, ilyen Elon Musk és Mark Zuckerberg ötvözetet kell. Jeff Bezos. Az. Igen. Mondjuk ő inkább vállalkozó, de inkább de akkor úgy, Elon de, Musk. De úgy a feeling. Igen. Ezekből gyúrták igen, össze. Igen. És hát meghívja a baráti társaságát erre a kis privát szigetére, hogy bulizzanak együtt, minden évben összegyűlnek, és hogy akkor érezzék jól magukat, szervez nekik valami kis játékot, hogy ez a nagy felhívás keringőre, és mindezt egy ilyen feladványt tartalmazó dobozzal intézi, tehát hogy azt küld minden barátjának, és tényleg ilyen nagyon agyafúrt, nehezen kitalálható, csak ezekre a spanokra koncentráló feladványok vannak, mert tudja, hogy ők meg fogják tudni odani, de mindegy, és valamilyen oknál fogva Benoit Blanc nyomozó is kap egy ilyen ládát. Igen, egy ilyen és erre a Mert az egésznek az a lényege, hogy ez a láda, ez tényleg ez a túlbonyolított, van ez a, tudod, ez a halálos ilyen csapda, volt valamilyen film is, tudod, hogy meglöki a homokórát, az lebillen, a biliárd, de szürreális a doboz. Tehát engem már a film itt fölidegesített a végtelenségig, hogy ezt így nem tudod beletenni egy ilyen dobozba, annyira látszik, hogy egy CGI gagyi. Igen. Tehát, hogy béna, tehát röhelyes, mert kinyílik belőle a rulettasztaltól kezdve bazd meg az ilyen képtologatós puzzle játék, tudod, hogy csak egy elem, ahova betolhatsz igen. mindig egyet. Tehát, és mindegyiket valamelyikük tudja. Hogy igen, van. És az a lényeg, hogy mindegyik valamelyikrehez jó érzéke van, meg ugye van a Batista anyját játszó karakter. Az mondjuk nem volt rossz. Tehát ő nem néz rá, de mindenről tudja, hogy az kérlek szépen, az nem tudom, az ott a pi, vagy a nem tudom én milyen számos. De anya, hagyjál már! Na szóval én nagyon ócska humor, tehát engem itt veszített el körülbelül a film, éreztem, hogy ez nem a törbejtve egy színvonala, amit nézek. De ez lehet, hogy csak én ragadok le egy ilyennél, de hogyha csinálok egy ilyen dobozt, az lehetne reális is, de nem. Egy CGI doboz készült el. Na mindegy, ez az én A reális doboz az, amit a Benoit Blanc kap. Igen. Na és a lényeg az, hogy megkapják ezt a meghívást, és úgy hívja meg őket a Miles, hogy a gyilkosságomra, a halálomra hívnak meg titeket, és ezzel reflektál. Fel. Igen, derítsétek fel, tehát ez egy ilyen detektív játék, és kicsit a régi nagy klasszikus vígjátékra, a meghívás egy gyilkos vacsorára, arra próbál egy picit úgy hajazni ez az alapsztori, de ilyen jó színészeket ilyen rosszul játszani, ez biztos vagyok benne, hogy ebből a szempontból ez egy kuriózó. Szerinte amúgy, hogyha azt nézem, hogy a színészek mennyire ripacsok, én szerintem ez tudatos instruáció volt a rendező részéről. Biztos vagyok benne. Mert a végletekig ki akarta karikírozni, mert ugye mindegyikük egy archetípus megint csak, ha úgy veszünk. Tehát ez van a korrupt politikus, van a segbuta modellnő, akinek divatmárkája van, akkor van az ultrapro professzor, aki tudja, hogy talán nem kéne, de azért mégis beleállok a dologba, akkor van a síkbuta influencer, a Batista. Igen, akinek ami a szívén, az a száján. Igen. Helyén van a szíve, tehát, de azért erőszakos is. És akkor van ez az Andy-nek a karaktere, ez a totális, ez a gazdag díva. Igen, és teljes ridegség árad belőle, és van a Miles-szal egy elfojtott konfliktusok, egy múltban húzódó átverés. Akkor a kis szürke asszisztenslány.
Igen, aki de melyikre gondolsz, aki a Batistával? Nem, a modell. A modellnek a szürke asszisztens leányzója, meg hát a Batista nője, aki éppen azzal keffent, amerre fúdogál a szél. Igen, végtelenül sztereotipizált, és igen, na ez a jó szó, hogy ezek nem igazi archetípusok, hanem sztereotípiák, és ez mindig nagy baj, mert hogyha egy jó archetípust megragad egy film, egy rendező, az működhet nagyon magas színvonalon, de a sztereotípia az a jó archetípusnak a sötét oldala, és ezek azok. Tehát értem, amit mondasz, hogy az egyik a korrupt politikusra reflektál, a másik a tech zsenire, de nem működik, mert ezek tartalom nélküli karakterek. Tehát hát olyan mintha eredet, történet és mélység nélküli lenne az összes. Tehát olyan, mintha ez a ripacs parádé, hogy nem teremt nekik valódi mélységet, pedig 60 percet szán ez a fostaliga arra, hogy karakterizáljon, mert történet az nem lesz 60 percig. Tehát 60 percig te nézed, hogy építgeti ezeket a papírvékony karaktereket. De mit épít rajta? Hát nincsen dimenziók. Benoit Blanc parádézik, hogy random. Na jó, csak az a különbség, hogy a Peter Falk által megformált Kalambónak az végtelenül jól állt, hogy egy halálosan penge csávó volt, és mivel a Peter Falk szerintem egy baromi jó színész volt, annyira jól játszotta ezt az esetlen hülyét, aki jaj, bocsánat, belerugok a vázába, jaj, a szivarommal mindig bele... Na csak még egy kérdés, uram! Igen, bocsánat, még egy kérdés lenne. Tehát, hogy ez annyira jól állt a magyar szinkronnal, ráadásul olyan jó humora volt, de amikor komolynak kellett lenni, azért a Kalambó komoly volt, de itt a Daniel Craig próbálja ezt megvalósítani, csak nem egy jó színész. És itt kijön, hogy hát mondjuk ki, hogy Daniel Craig nem jó. Hát nem. Nem jó. Tehát, hogy ez, és ebben a szerepben... De próbálkozik. Tehát, hogy azt el tudom neki ismerni, hogy próbálkozik, de nem jó. De ez lehet, hogy egy Kalambónál működött, itt ez sem működik. Hát és az Edward Norton annyira kellemetlenül rossz, olyan gesztus rendszere van, hogy én ilyen rosszul játszani ezt a zsenit nem láttam. Tehát ez erre nem lett volna szabad igen mondani. De 60 percig mélyítjük ezeket a végtelenül gyenge karaktereket. 60 percig! És mondtam, hogy nem hiszem el, hát történjen már valami, hát elvégre itt valami krimi lesz. Igen. És mi történik kb. Így a 60. percnél? Ott villantja a farbát, és a film az a csúcspontja a filmnek, mikor a Miles behívja őket erre a gyilkos vacsorára, amire igen, meghívást kapott mindenki. Ja, de már spoileresbe vagyunk, nem? Ja, spoileres, igen. Igen. Ja, bocs. Igen. Jó, akkor még spoiler nélkül. Nem ajánlom, ne nézd meg, nem jó film. Nagyon gagyi. Méltatlanul. Az, amit csináltak a Daniel Craignek a Benoit Blancjával, tehát... Figyelj, egy ilyen színészgárdát, mert azért csak, hogy kiket... Kate Hudson... Tehát itt olyan Edward Norton. Edward Norton, jó, Daniel Craig-et még hagyjuk. Ethan Hawke is föltűnt, ő volt a szájba fúvós. Igen, tudod, igen. Egy ilyen cameo szerepéig, akkor Hugh Grant. De szerintem a Batista nem egy színészoljrás, itt is kiderült. De a Batistára annyi jó dolgot rá lehet bízni. Annyira jól el lehetne találni ezt a influencer bunkót, és annyira nem találja meg azt az aranymetszést, amivel, mert a Batistának az lenne az erőssége, hogy egy hústorony, egy melák, de szerethető, és pont a szerethetőségét azt lenullázza ez a film. Igen. És drámát próbálnak megint rábízni, és megint nem sikerül elvinni. Megint nem sikerül, de amúgy én még mindig, ha Batista, akkor én imádom ezeket a Pankrátorból lett melák színészeket, mert amúgy tök szerethető a karizmájuk. Tehát a Momoa, a Rock, Batista, és esküszöm a Peacemaker óta a John Cena is. Igen, őt is megkedveltük. Tehát, hogy az, amit ott villant, én nagyon kedvelem a Batistát, csak ő vele tudni kell bánni. Tehát ő egy fűszer, egy dologra jó, de nem erre. A Batistát kérlek szépen a Galaxis Őrzői Specialben kezelik a helyén, tehát hogy az. De tényleg azt kell mondjam, a Galaxis Őrzőibe a James Gunn, nem? De ami James Gunn ért Batistához. Ez olyan, mint ahogy Alekosz kifejtette, hogy ő hozzá Rubint Kristóf ért. Valószínűleg ezzel most én sikerült a üveghagyma szintjére felzárkoznom. Egy dolog biztos, hogy ez a rendező nem ért senkihez. Tehát, hogy itt amit láthatunk, hogy sem Edward Nortonhoz, sem Batistához. Tehát nem
azt lehet mondani, hogy ő egy annyira kifinomult ilyen alföldi Robert szintű rendező, tudod, hogy hozzá föl kell nőni, bazzek. Hanem itt arról van szó, hogy te lehetsz a top ligában, meg lehetsz úgy egy ilyen alsó ligás jó színész, vagy színésznő, ő nem tud veled bánni. Tehát ő olyan... Pedig több durva, mert az Ana de Armas meg jól instruálta. Az első brigádot jól tudta instruálni. Igen. Azért mondom, hogy szerintem tudatos, hogy ennyire ripacs mindenki. Én ebben biztos vagyok benne, hogy ez, amit akartam mondani, vagy amit mondtál, hogy itt ezek az archetípusok akartak lenni, csak nem működött, és sztereotípiákká züllöttek. Ez volt itt a gond. Igen. Na, de akkor ne állítsd meg, maradj itt, ne nézd meg, szórakozz. Pávat, ez újfajta pávat, újfajta. Újfajta. Az egy ilyen új tollazat, ilyen kurva agresszív, ilyen tokás pulykan. Újfajta. Na, szóval a beszédképtelen nyomorultakkal maradj itt, és innentől spoileres. Tehát amit akartam mondani, hogy 60 percig elmélyíti a semmit. Igen. Tehát igazából nem elmélyíti a karaktereket, az egyetlen karakterét lerombolja. Tehát nem? Igen, azt a Benoit Blanc. A nyomozót teljesen inkompetens loserré teszi. Kivéve két jelenetet. Így van. Az egyik, amikor leleplezi annak a kreténnek a nagy ügyét, amit kialakított évek alatt. Igen, tehát a film csúcspontja szerintem az, amikor rákanyarodunk erre a gyilkos vacsorára, aminek az lenne a lényege, hogy eljátszik egy profi íróval, egyébként megíratja ez a milliárdos, az Edward Norton karaktere, hogy őt lenyilazza egy ilyen bábú, és ki kell nyomozni, hogy ki rendezte meg ezt az egész gyilkosságot, de ez egy ilyen játék, tehát olyan, mint egy, nem tudom én, Dungeon and Dragon, vagy valami hasonló. Nekem úgy van egy teóriám, de azt majd, hogyha lefejtettük ezt a gyilkos mindegy, az a lényeg, hogy még mielőtt lelőné ez a nyírpuska, mivel a Benoit Blanc egy baromi jó nyomozó, egyből levezeti, hogy mindjárt le fognak téged lőni, ő az elkövető, mert láttam a cikkeket, meg voltak az apró nyomok. Ugorjunk ezen, remélem, hogy jön valami izgalmasabb büntény, vagy valami hasonlót mond, és ez úgy tök vicces, mert úgy nem, tehát annyira profi nyomozó, tudod, hogy ő nem lehet egy ilyen játékba bevonni. Igen, és amúgy rátapint a lényegre ott, mert még hol megkérdezi azt, hogy és mi lesz a jutalom. Igen, igen. És ott nem, és akkor ott így terel a Edward Norton, hogy hát nem gondoltam jutalomra, de akkor mit szeretne? Tudod, és akkor végül odaadnak neki egy iPad-et. De én esküszöm neked, hogy én nekem van egy olyan szúrásom, hogy az lett volna a jutalom, hogy miután megtalálják a gyilkosát, akkor majd fölfedi, hogy ha, srácok, kiúztalak titeket a szarból, mert itt van nálam a levél. Aha, az lett volna a jutalom, csak azt így a Benoit Blanc előtt nem biztos, hogy így belebegtette volna. Igen, csak meg volt lepődve, hogy ugye ott az Andy. Igen, és azt nem értettem az egészben, hogy amikor ennyire kiderül, hogy mennyire penge ez a nyomozó, ez a egyébként tech zseni, ultra okos csávó, mert odáig úgy állítják be ezt a figurát. Hogy gondolja, hogy valaki, aki a semmiből megold egy ilyen állítólag világ legkomplexebb írója által megálmodott álbüntényt, hogy majd az ő Z-kategóriás büntényét, amire kifut ez a film, erre a gagyi szarra, amit én megoldottam, én nem vagyok nyomozó, én megoldottam, mikor néztem, hogy ez így van, vártam, hogy mi lesz a rejtély, és nem történt meg a rejtély, mert ha figyelsz, látod az eseményeket. Hogy gondolta, hogy a karakter maga, hogy meg át tudja verni ezt a nyomozót, ez milyen, hogy olyan kb. Bazd meg, mint a pingpongozná valakivel, csak ilyen pötyibe szarrá ver, de úgy, hogy egy labdát nem tudsz, és azt mondod, hogy azt megverem 11-0-ra. Hát de hogy? Hát milyen hülyeség ez? Hát azt kellett volna mondani, hogy ebből most kihátrálok. Ez most nem a megfelelő alkalom a kill-re. Nem, de miért erőltette a kill-t? Miért gondolta azt, hogy szerintem amúgy is nehéz dolog lenne megölni valakit, akit már amúgy megöltem, de mi lenne, ha nehezített pályán megpróbálnám a világ legjobb nyomozójával a seggemben? Mi ez a hülyeség? Igen, mert ugye a Batisztát azt azért öli meg, mert hogy megzsarolja.
De az is várható volt, mert ott voltak a morzsák, hogy mondta, akkor minden meg lesz, ugye, ahogy beszéltük. Na és itt akartam még erre, aztán utána nem rabolom a gondolataid elől azt az értékes teret az éterből. Hát azért nem sok gondolatot ébresztett a fejembe ez a film, maradjunk ennyiben. De én elmondtam ezerszer veled, hogy ő nem egy színész ojrás, ugye? Láttuk abban a zombis filmben, a Zack Snyder zombis filmjében, az a páncélszekrénye zombis. Ott is nem kellett volna rábízni azt a mérhetetlen fájdalmat, hogy átadja a kameráknak, tudod, az asszonyt, mikor elveszíti. Igen. De ezt a halált is kár volt ilyen közelibe mutatni. Én ilyen rossz haldoklást, tehát komolyan mondom, filmművészeti pillanat, hogy ez borzasztóan rossz volt. Ja, amikor rávetődik az asztalra, Úristen, az a haláltusa. Tehát borzalmas volt, tehát nagyon. De az most mindegy, hogy ez ripacsparádész, instrukció, nem tudja eljátszani. Ő ezekben nem jó. Ő ebben nem jó. Valami szolidabb halál kellett volna, mert pont egy fulladást eljátszani, hogy az hiteles legyen, hogy jó legyen. Szerintem az még egy jó színésznek is nehéz, hogy hiteles. Röhelyes volt, béna volt. Meg ez, hogy ananászlével ölte meg. Gagyi. Igen, ez a valamilyen sok ez. Azt kapott, ja. Mindegy, nem tudom annak a nevét. De az is felháborító, hogy látszik magában a filmben, mikor nézed, hogy konkrétan az Edward Norton karaktere oda adja a kezébe a poharat. Én ezt láttam. Nem tekertem vissza, láttam. És utána bevág a sztori egy olyat, hogy nem adta oda a poharat, hanem letette mellé. De mondtam, nem ez történt. De ha ez is történt, az mit bizonyít, mint az óvodába, hogy rá van írva, hogy mice? Mert ezt mutatja, olyan ripacs módon, hogy ilyen tátott szájjal, szemgolyóval mutatja a mász, hogy az az én poharam. De mi ez az ovoda, bazd meg? Tehát tényleg, hogy nem lehet csak a labdásból inni az embernek? Hogy lehet ilyen rosszat készíteni? Én azért nem felejtettem el, hogy mint annó én a Cucajda gyárossal mondtam, hogy van egy olyan kódnév, ami leírja az egészet, te is mondtad, hogy majd lesz egy kódneved, én ezt azért majd várom. A filmnek a végére? Igen. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy megöli ez a Miles ezt a szerencsétlen Batista által játszott karakter. Pedig ő csak az Alpha News-ba szeretett volna bekerülni. És ott még nem tudod, hogy mi a motiváció, de mikor felfedi magát a film, hogy mi volt itt ez a rejtély, ki ez az Andy, és az, hogy Andy az valójában nem Andy, hanem Andy ikertestvére, Andy tényleg meghalt, és a csaj beépül és segít a nyomozónak, hogy felderítse ezt a nagy ügyet. Mert hogy mi van a háttérben, hogy annó valami szalvétára fölírt az Andy egy képletet, egy tervet, amit utána azt hazudta a Miles, hogy az az ő hogy terve hogyan volt. Hogyan épül föl a baráti körük, meg a szervezet, azt hiszem, az volt rajta. De hogy egy ilyen szalvétára fölírt szarság, és akkor volt erről egy bírósági ügy, ez az összes korrupt féreg, ez köti őket össze, ez a sötét múlt, mindenki az Andyvel szemben a Miles mellett vallott, majd kiderül, hogy az Andy megtalálta azt a szaros zsebkendőt, vagy mi a szalvétát, amire föl volt írva ez az eredeti terv. Mit bizonyít? Mi ez az egész hülyeség? Most ez komoly? Tehát ezt komolyan kell venni? Ki írta ezt? Ez komolyan, ezt azt gondolom, hogy egy sorozatban ez kevés. Tehát látnék egy ilyen heti szintű krimi sorozatot, hát lehet azt mondta volna a kreatívon, hogy szerintem ne tegyük bele, vagy már nagyon nincs büdzsé újra. Találjál már ki valamit, valami jobb indítékot. És akkor ez volt az indíték, hogy a paper, hogy a papír zsebkendő, mert az aljára oda van írva az, hogy ez az üveg, kit érdekel ez az egész? Komolyan, ez bizonyító erejű, hogy kiírt föl egy tervet egy papírra. De az még nem is volt szerintem úgy igazi képlet, vagy nem tudom mi volt. Nem, az a izé volt, hogy épül föl az ő szervezeti egységük, hogy az Edward Norton kiknek segített, és hogy ebből felépítik ezt a bizniszt. Tehát, hogy az a biznisznek az alapja volt, amit a Edward Norton igazából elcsaklizott a nőtől. Tehát az az alapító okirat tulajdonképpen. Értem. De akkor is szar. De akkor is vérgyenge, nem? Tehát, hogy az egésznek nincsen tétje, nincsen súlya.
míg az egyben van egy baromi jó kezdő összeállítás, és ad egy olyan alapatmoszférát az egész krimi helyzetnek, hogy üt, mint az állat, itt meg ad egy tét nélküli majomparádét, amit meg megint nem értesz, amit még föl is tesz kérdést, még a nyomozó is, hogy de miért nem égetted el ezt a rád, higgyük el, hogy full terhelő a bizonyíték, tényleg az a kérdés, akkor mit őrizgeted itt? Hát... hülye vagyok. De tech zseni vagyok, de hülye vagyok. De nem jön össze a kettő. Tehát az, ami benne volt a trópusi viharban, hogy ne nyomjál full kretén, ebből a Milesból megépít egy karaktert, egy ilyen Tesla szintű zsenit, bazd meg, és akkor utána azt mondja, Musk. Hogy, és akkor lesz belőlem egy Elon Musk, nem tudom, South Park karikatúra. És ez vagyok egy, ez borzasztóan rossz. Hát igen. És az a montázs a végén. Tehát, hogy ha kellemetlen szarságot láttatok már a filmet, mert ez tényleg kellemetlen szarság, amikor nem tudják... Ez a tudják, szarszó, így mondják. Kellemetlen szarság, hogy amikor ugye már nem tudják rábizonyítani a Edward Nortonra, mert a vérpöccel kap az alkalmat, és fölgyújtja a papert, a szalvétát, a zsepit. Szalvettet. Akkor azt mondja Benoit Blanc, hogy figyú, én nem tudom most már ezt hogy hívják vinni bíróságra, de tégy, amit szeretnél. És hát elindul egy ilyen kellemetlen szarság montázs, hogy először csak az Andy Iker testvére elkezdi borogatni ennek a Milesnak a millió dollárokat érő ilyen gyémánt szar szobrait. Igen, ezeket a kis faragványokat, ezeket a fecskefarkakat. Igen, és ahogy ez a kellemetlen szarságoknál szokott lenni, hogy hirtelen kedvet kap hozzá a többi karakter is, és az igen, én is odavadszok a földhöz egyet, én is odavágok. Ehhez meg az Edward Norton kódnevet aggattam erre, hogy a borogatás. Hát igen, igen. De nem úgy, mint a homlokodra a zsebkendő, hanem ez, hogy így tárgyakat fel. Felborog. És ez nekem egy 20 percnek tűnt, hogy lassítva, gyermeki bájvigyorral. Oda verik a földhöz. És közben a lassítva, azt ne! De eleinte még nem merült, tudod, nézte a Norton, hogy ha, dob csak a földhöz, megveszem újra, elkészítettem, vágd a földhöz, de amikor már meglátja a kezébe azt a szart, ami miatt az egész van, ez a, amit nem akartak piacra dobatni, tudod, ez a... Igen, valami hélium, valami, az volt a lényege. Hidrogén kurvasza, valami nem, hidrogén... Nem tudom, hogy mi a lényege, de az, hogy ebből végtelen energiát lehet nyerni, de robbanás veszélyes, ennyi. Így van, ennyi és hogy ezt nem akarta egyikük se engedni, az Andy se, meg a többiek se, de úgy volt vele a korrupt politikus is, hogy hát azért engedélyezem a moneyért, persze. Persze. Igen, és akkor mindegy, az meglátja a csajnak a kezébe a végén, amikor, hogy hívják, amikor ott ilyen tüzet gyújt, tudod, és akkor így azt ne dobd be! És lassan bedobja, és akkor berobban a ház. Valami a Mona Lisát is ott árolja. Elpörizi, igen. Elpörgeti a fölgyújtja a Mona Lisát, de az volt a legkellemetlenebb, amikor lassítva futottak a Mona Lisáért, tudod, és akkor így elvetődik az Edward Norton, és nagyon torzult, hogy ezt láthatnátok, mert már amúgy van kameránk, ezt most láthatnátok az arcomon, mert eljátszom, de nem látjátok. Hogy hívják? És hát ugye az van, hogy mondjam, tehát, hogy így ugrik ilyen hülye arcokkal, és pont az utolsó pillanatban kitér előle a csaj, és megnyomja a kis törpeszart. Hogy azt a gicses, nagyon gusztustalan kerti törpét így megnyomja, kinyitja a Mona Lisát, és elég az egész. De mindezt egyébként, amikor robban az épület, ugye kapunk még egy kellemetlen snittet, ahol a kis dzsangás gyerek, aki igazából így random föltűnik, ott füvezik kint a Benoit Blanc-kal, és elereszt egyet, hogy nagyon csípem ezeket a tűzi játékokat, haha. Igen, mert a filmnek van egy ilyen nagyon komolyan mélyen szántó humor forrása, hogy van egy random füvező csávó, aki bizonyos szobákban, bizonyos helyszíneken ott föltűnik. Van. Eszeget, csillezget, tévézik, zenét hallgat, és mindig hozzáböfent egy ilyet, hogy nem vágom mi a szitu, de nagyon adom. Ez a humor. Igen. Ez az üveg, hagyma,
tízes skálán nálad hányas? Na várjál, még annyit azért kifejtenék, hogy ugye azért egy mélyen szántó mondani valót is megpróbál beleerőszakolni a végén. De az ugye, nekem hogy... nem tűnt fel. Hát az egy rendszerkritika tulajdonképpen, csak hát annyira gyenge a film, hogy így a mondani való is tompul, hogy ugye amikor már a aranytejet eresztő csecs, amit mondanak is a filmbe, hogy azt szopkodják, tehát igen, hogy ez igen. is elhangzik nem egyszer, hogy hogy az izén lógnak az aranytojótnak a nagy vagyonából igen, tartja igen, föl. Igen. Mindenki a maga kis buliját, van aki a politikai karrierjét, van aki a YouTube-ját vagy Twitch-ét. Így van, de amikor ez elapad, azonnal mindegyikük. Én láttam, hogy ott volt a háznál, én láttam, hogy felgyújtotta, hogy, tehát, hogy elpártolnak mellőle, és bedobják a disznók közé, hogy akkor faljátok föl, mert nekünk már nincs belőle hasznunk. Tehát, hogy ezt értem, ezt a rendszerkritikát ott a végén, mert valószínű, hogy erre volt kihegyezve az egész film. Na jó, csak hogy ez működik, ez a fajta rendszerkritika, hogyha a karakterek maguk ennyire antipatikusak, de még azzal sem lenne baj, hogy antipatikusak, de nem létezőek. Tehát, hogy ez a hamisság, ez nem probléma még egy ilyen filmnél is, hogy annyira hamisak a karakterek, hogy hamis a végső erkölcsi tanulság is. Nekem legalábbis, de nekem ez hamis volt, nem volt de nem figyelj, volt figyelj, van, akit ez eltalál. Uh-huh. Hát nagyon gyenge szinten kell ahhoz lenni ilyen filmművészetileg, nem? Tehát, én inkább másképp fogalmaznék, de szépen fogalmaztál. Jó, így van, okay. Te olyan PC-n fogalmaztál, és szerintem maradjunk meg ennél, hogy filmművészeti szempontból ugye nem túl magas szinten rezeg az, akit ez betalál. Szerintem ez a fajta rendszerkritika sokkal jobban van ábrázolva a szomorúság háromszögében például. Hát igen, egy kicsit más liga a kettő. Igen, Az egy csúcskategóriás szatíra, ez meg egy csúcskategóriás szar. Na mindegy, tehát hogy figyelj, egyébként van, akinek betalál, ezzel nincsen baj, szerintem jó, nekem nem tetszett. Tehát annak ellenére, hogy értem a mondani valót, az a baj, hogy annyira gyenge az egész film, hogy ezáltal tompul az is. Hát persze, hogy tompul. Hát az történt itt is, hogy már megint akkorát akar dobni már nem egyszerre ez a rendező, hogy nem sikerült elhajítani a labdát, nem? Tehát az, amikor már annyira fölül akarod magadat múlni, hogy alulmúlod. Igen. Mert hogyha csinált volna ebből egy korrekt krimit, egy törbeejtve kettőt, ami méltó az első részhez, egy jó rejtéllyel, egy jó nyomozóval, de gondolom akkorát akart itt is dobni, hogy na most akkor ezt majd az egész a rendszerkritikáról le fog szakadni a mennyezet. Figyelj, anyukám is megnézte, ő mondta, hogy neki tetszett ez, hogy úgy elpártoltak tőle, de ő is érzi azt, hogy mondta, hogy hát azért ez azért lehetett volna nagyobb volumenű is ez a mondani való, tehát hogy jobban lehetett volna ábrázolni, és ez így van. De itt nem az akart lenni a csavar, hogy nincs csavar? Tehát, hogy nem az akart lenni itt a nagy tripla fordulat, hogy ügyet vársz, és nem kapsz ügyet? Hogy nem. Nyomozást vársz, és nem kapsz nyomozást? Nem, hidd el, hogy ez volt benne a nagy csavar, hogy gyerekek, látjátok, hogy addig csüngenek az aranytojó tyúknak a csecsén ezek a piócák, amíg van neki. Igen, és abban a pillanatban, de jó, azt értem, hogy itt fölépített papírvékonyságú erkölcsi hullákat tér és tartalom nélkül. És az egyetlen valamire valót közülük, akiben volt némi emberi szikra, mert volt mondjuk egy viszonya az édesanyjával, ez a Batista által megformált Twitcher, őt kellett könyörtelenül kinyírni, tehát hogy van egy ilyen erkölcsi teljes csőd, amit felmutat a film, nem? Igen, mert hogy nem tudta magát a helyén kezelni, mert mindenki kezelte magát, csak ő egy picivel többre vágyott. De jó, de azt is értem benne, hogy a nyomozó is elmondja, hogy hiába tudjuk mindnyájan az igazságot, sajnos meg van kötve a kezem, mert a rendszer ilyen. Tehát értjük. Súlykolja. Súlykol és erőltet. Igen, mocskosul. És nem elegáns, nem stílusos, tehát minden, ami miatt szerettem a törbeejtve első részében ezt a nyomozót, az a karizma, az a jelenlét, az a szellemi minőség. Daniel Craig ott se volt jó, de maga a karakter, az atmoszféra meg elvitte. Hát figyelj, emlékszem, még kérdezted, hogy szerintem hány pont, talán még Messengeren írtam neked, amikor megnéztem, hogy hát ez 6-ból nem jön ki. Hát nem.
Hát nagyon nem. Ez 6-ból nem jön ki. Hát az az 5 és a 4 között van valahol ez a film. De mivel az elsőnek a függvényébe kell nézni, hogy egy mit épít föl, biztos van ebbe is rock and roll, hogy fölépítesz valamit és szétrugod. Tehát én, ez kéne, hogy tetszen nekünk, de azért nem minden tetszik, ami szembe megy a formátummal. Igen, igen. Tehát, hogy... Hát meg azért tudod, mi volt nekem nagyon gyanús, hogy az Alusnak tetszett. Aha, hát az mindig, az Alabának tetszik azért. Meg ugye a magyar mainstream íróknak, meg kritikusoknak azért bejött, el voltak tőle mocskosul ájúra. Hát, hogy azért, de mitől? Hű, de rendben tehát, van de ez. Rendben volt ez, tehát, hogy szar volt, de akkor jó volt. Nem tudják ezek fölmérni, vagy nem tudják, hogy milyen egy jó krimi, mert az nem ez. Hát nem, hát az inkább az egy. Hát az egy az ajánlható, de hát az valószínűleg, hogy attól meg nem voltak annyira elragadtatva, nem tudom. Nem tudom, nagyon felemásra sikerült így ez a törbeejtve széria. Viszont én vártam a folytatást. Várjál, mert mindig úgy fogalmaztak, hogy az egyet nem szárnyalja túl, de megüti annak a szintjét. Ez nem igaz. Ez nem. Ez nem, egyáltalán nem üti meg annak a szintjét. Nyomokban sem. Tehát nem tudja. Nem. Amúgy az egyetlen, amit tudok pozitívumként mondani, hogy szállít egy fajta atmoszférát az elején, tehát ahogyan fölteszi a karaktereket a táblára, az odáig működhet. Tehát, hogy sokszínűnek tűnnek ezek a karakterek, amíg még csak egy ilyen kis felszínt látsz belőlük. De utána tehát lehet ilyen erkölcstelen karaktereket létrehozni, de azoknak is van története, van múltja, van motivációja. Ezek motiváció nélküli pöcék. Igen. És azt se értem amúgy annál a tech tudós gyereknél, hogy ő is alá van rendelve valami nagyon rossz ízlésű palinak dolgozik, nem? Aki nem annyira a nagy elme. Valami olyan rémlik nekem, hogy mindig megosztja a hülyeségeit, hogy időgépet kéne tervezni. Vagy hát valami. Az a Miles. Az maga a Miles, nem? Igen. De akkor igen. Utána, de akkor azt, akkor ennyire nem értem én magát a filmet, akkor meg utána ő miért van a Miles-tól elájulva? Utána miért változik meg, amikor oda megy a gazdagság? Ennyire didaktikus ez a film, hogy a fekát elvakítja? Nem, így. A feka csak egy valami miatt nem volt elájulva a Miles-tól, ettől a hidrogén szartól. Ja, értem. Aha. Annak kapcsán ment vele szembe. Ja, értem. De a többitől el volt ájulva, hogy egy zseni. Ja, értem. Akkor azt lehet, hogy még ebbe is többet láttam vele. Na mindegy. Nálam ez egy 10/4-es darab. Hát nálam, én azért a 6-ot megadom neki, de csak jó indulatban. Azért mondom, hogy nálam a 6-ból nem jön ki. Na, de akkor, majd jövünk még, ez csak egy ilyen kis bevezető. De várjál, nyomjunk már egy átlagot, mert te 4-et mondtál. Te 6-ot, hát az akkor matematikailag egy 5-ös. Ezt tudjuk. Nem túl jó. Nem túl jó. Nem túl ne jó. Ne nézzétek meg, nem ajánlom. Ez nem a sávval szemben eltanácsoló, nem? Hát ez olyan, ez igen. Ez olyasmi. Ez olyan. Na, de fogunk jönni még adásokkal, ez csak egy ilyen kis ingyenség volt, egy falatka. Egy kis ízelítő. Egy ízelítő. Egy kis ma. Így van. Úgyhogy jövünk nem sokára, addig meg, nem tudom, készüljetek a szilveszterre. Igen. Mert mi itt leszünk. Mert sziasztok. Jövünk. Sziasztok.